van, hogy a városunkban fontos szerepet játszanak a fiatalok, és szeretnénk minél több fiatalt elérni a világból, lehet azokat, akik elestek, lehet azokat, akik még nem is ismerik Istent, és szeretnénk őket bevonni Istennek a királyságába. Most viszont az ige szolgálóját szeretném felkonferálni. Mikor legelőször találkoztam vele, ez egy gyülekezeti tábor volt, és együtt fociztunk. És tudom róla, hogy nagyon jól focizik, meg szeret is focizni, és így a közös barátságuk meg is van Zsuzsóval egy alapon. És nagyon tetszett az, amikor, nem is tudom hány éves lehettem, vagy 12-13, mikor együtt játszottunk, hogy bátorító volt, amikor lehet elrontottam egy-két dolgot, de bátorított, jó az, menni fog, gyere, csináld tovább, ne add fel. És hallgattam párszor a prédikációt is, hogy ugyanígy egy bátorító, egy lendületes, és így nagyon fogadjátok nagyon sok szeretettel Tóth Sanyit, ez úgy remény baptista gyülekezet pásztorát. Köszönöm a kedves szavakat. Először is hadd tolmácsoljam a családom, feleségem külön kért, hogy mondjam meg, hogy szeretetteljesen köszönöm veleteket. Nálunk háladás napja lesz, délután vendégeink jönnek, és hát sűrök forog. Most nem tudott itt lenni, eljönni velem együtt, szeretett volna. A gyülekezetünk köszöntését is hozom, és hálás vagyok azért az elhívásért, azért az ajándékért, amit Isten adott nekünk ebben a városban, a kapcsolatunkban. A városi evangéliumban való eléréséért. Ez egy isteni kijelentésen alapuló szövetségi kapcsolat, és mivel Istentől indult, ezért megmarad. Legyen áld az Úr neve ezért. Örömmel és nyitott szívvel figyeltem itt az óra a dicsőítés alatt, és az elhangzott gondolatok, akár a bátorítások, akár a buzdítás is nagyon összecseng azzal, amit Isten mondott nekem, hogy amiről beszéljek. A fő gondolat, keressétek az Urat. És ha belegondoltok itt az egész alkalom elejé gondolatsorok, erről szóltak. Ézsaiás próféta könyvéhez lapozhatok, kérlek titeket, és a 55. fejezet, amit el szeretném, ha olvasnánk, és néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek ebből, amit Isten a szívemre helyezett. Kimeríteni nem tudjuk ezt a csodálatos szakaszt, de ízlegetni, igen. És azt gondolom, hogy mindaz, ami fontos ma nekünk itt, azt nyitott szívvel el tudjuk venni, és közben is imádkozatok, hogy én is át tudjam adni. Így szól Isten igéje, Ézsaiás proféta könyvének 55. fejezetében. Helyeteken ülve kövessétek bibliáitokban lehetőség szerint. Így szól. Ti szomjazók, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek is bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? A fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek között. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fülékesítsen téged. Keressétek az Urat, ami megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyj el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, és eléri célját, amiért elküldtem. Bizony örömmel vonultok ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok viganújonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. Tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez,
örök jelül, amelyet nem lehet eltörölni. A világ, amely bennünket körülvesz, egy elég erős értékrendet próbál ránk erőltetni, és valljuk meg őszintén, hogy nem vagyunk teljesen mentesek ettől. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy egyáltalán nem érint bennünket, nem ér bennünket, már csak azért sem, mert ha munkahelyünk van, ha családban élünk, ha kapcsolataink vannak, ha számlákat ki kell fizetni, ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek tudatosítják bennünk, hogy ebben a világban élünk, és ennek a világnak vannak törvényszerűségei, amelyeket tudomásul kell venni. Több film készül a manhattani gazdag emberekről, bankárokról, és van egy film, ami a 2008-as válság eseményeit dolgozza föl, és van benne egy férfi, aki mintegy 30 éve dolgozott az üzleti szektorban, elhangzik a film, emlékeim szerint 2,5 millió dollárt keresett évente, és töretlen a karrier, és nagyszerű anyagi megbecsülésben van része, közvetlen barátja a tulajdonosnak, és a film arról szól, hogy a válság idején az egyetlen dolog, ami még maradt neki az életben, az, hogy igyekezett becsületesen, valamilyen mértékben becsületesen viselkedni az üzleti életben, azt kellett odaadnia még több pénzért. És meghozta ezt a döntést, odaadta. És a film utolsó képkockái arról szólnak, hogy volt egy kutyája, akit 1000 dollárért tartott naponta életben, és egy este autó lámpájával megvilágított kert részben egy ház előtt ás egy gödröt, hogy a kutyáját elföldelje. És a film egy az épületre irányítja a figyelmünket, ahol kijön egy idősebb hölgy otthonkában, és oda megy a férfihoz, hogy de mit keresel itt? Ez már nem a te házad. És nagyon durván bemutatta, hogy se kutyám, se családom, se otthonom, de sok pénzem van. Furcsa ez, hogy miért adnátok kereseteteket azért, ami nem elégít meg. Ezt mondja Ézsaiás. Egy elég kritikus időszakban, amely érintette a Jeruzsálemben lakókat, érintette a királyságot, és érintette az északi királyságot, akik már deportálva voltak, az asszír hadsereg pusztítását el kellett szenvedniük, és már Damaszkuszba és Babilóniába vitték őket, és áttelepítették. És Ézsaiás fölteszi a kérdést, hogy mibe fektetitek az életeteket? És ha Ézsaiásnak az életét látjuk, az egész családját, ami kirajzolódik a Bibliában, tudjuk, hogy a felesége prófétanő volt. Ritka, nem is találunk más ilyet, hogy mind a ketten szolgálban álltak, elhívottak voltak, és prófétai szolgálban álltak, és két fiúk született, akikről tudunk. És érdekes ez a család. Az egyik fia Ézsaiásnak azt a nevet kapta, hogy a maradék megmenekül. A második fia pedig azt a nevet kapta, hogy hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. Ézsaiásnak a neve azonban azt jelenti, hogy Isten a szabadító, az örökké való megszabadít. Szóval, és mindjárt beszélek egy pár szót a fiaik nevének a jelentéséről is. Az egész családot úgy látjuk, ezt az Ézsaiásnak a családját, mint akik az Isten országának, királyságának építői. Akiknek az élete, az egész családnak az élete, a házasságuk, a család életük, a gyerekeik is, az Isten országáról, királyságáról szólnak. Ezt töltötte a mindennapjaikat, a beszédüket, az otthonlétüket, a tervezésüket, a pihenésüket, az anyagi dolgaikat. Átjárta a családi gondolatot, a kommunikációt, az, hogy mit végez Isten. Mi az Isten terve az életünkkel, és milyen elhívást képviselünk ebben a világban, ahol helyezett bennünket, és abban a korszakban, amiben elhívott bennünket az Isten. Engem ez gyönyörködtet.
ahhoz már elég régóta vagyok keresztény, hogy tudjam, hogy nem mindenki rendelkezik ilyen kaliberű elhívással. De ahhoz is már elég régóta vagyok keresztény, hogy lássam, hogy akik rendelkeznek ilyen elhívással, nem mindenki áll ebben az elhívásban. És mennyire fontos imádkozni az elhívottakért egy gyülekezetben, hogy az elhívottak az elhívásukban álljanak. És az elhívottak az Isten országában gondolkodjanak. Ne a saját egyéni boldogulásuk töltse ki a szívüket, és ne tördeljék szét az életüket olyan dolgokba, amelyből nem lehet jól lakni, amelytől nem lesz boldog, és nem lesz hasznos az életük. Hívlak titeket, hogy imádkozzatok az elhívottakért ebben a gyülekezetben. Akiket Isten kiválasztott különféle szolgálatokra, elhívta őket az Úr, hogy álljanak be az elhívásukba, és ne pocsékolják el az életüket értétel dolgokra. Mindenki kapott elhívást, hogy Krisztus kövesse, hogy tanúbizonyságot tegyen az Úrról. De az elhívásban és a hit mértékében vannak különbségek. Ezt tanítja a Biblia. És nagyon fontos, hogy minél több olyan család legyen ebben a gyülekezetben, akikről azt lehet elmondani, hogy ők az Isten királyságában élnek. És ha látod az életüket, az otthoni kommunikációjukat, akkor arról szól az életük, hogy az Isten országát építik. Minden ebben a lüktetésben zajlik. Szóval engem ez megragadott. A két fiú nevének a jelentéséről egy pár szót. Hallgathatjuk úgy az első fiúnak a nevét, aki a maradék megmenekül, hogy hát maradék. Vagy hallgathatjuk azt, hogy megmenekül. Ugye Jézus mondja, vigyázzatok, hogy hallgatjátok. Mert amilyen mértékkel mértek, nektek is azzal mérnek viszonzásul. De hajlamosak vagyunk a maradékot hallani, nem pedig a megmenekült. De gondoljunk bele, azt mondja Ézsaiás, hogy most úgy tűnik, hogy mindenkit elvittek. És jön az ítélet Jeruzsálemre is. Deportálni fognak mindenkit. Mégis lesz, aki megmenekül. Mert az örökkévaló a szabadító, ugye ez a jelentése a nevének. Aztán a gyorsan a zsákmány, hamar a prédára fiú nevének a jelentése, és ú, de borzasztó. De hát ha megnézzük ott a Bibliában az Ézsaiás könyve 8. fejezet 3. versében, és az azt követő versben, hogy mit mond a Biblia, akkor azt mondja a Biblia, hogy eljön az ítélet Damaszkuszra, például. És hogy a perzsa király által megítél Isten az asszír birodalmat, és a perzsa király volt az, akit szolgálják nevez az Isten, akin keresztül a maradék megmenekült és hazatért Jeruzsálembe. Tehát megint vigyázzatok, hogy hallgatjátok, ugye, hogy Jahve a szabadító, az örökkévaló megszabadít, hát préda, veszteség, nyomorúság, a másiknak több van, nekem miért nincs, most miért mondta ezt nekem, megint te deborzasztó, nem is jövök többet a gyülekezetbe, megsértődök. Vagy azt mondom, hogy másképp hallgatom, hogy meg akar menteni az Isten. Meg akar áldani az Isten. Nem akar elítélni az Isten, hanem föl akar szabadítani Isten, és az ellenségeimet akar megítélni az Isten, és az ellenségeimtől akar megszabadítani Isten, a megbocsátatlanságomtól, a pénzimádatomtól, a keserűségemtől, a hálátlanságomtól, és föl akar szabadítani ezek alól a rabságok alól engem örök életre, és arra, hogy jó falatokat ehetek, zsíros falatokat ehetek, ahogy Isten igéje mondja. És gyönyörű ez a 55. rész egyébként, már most lassan visszatérő módon a 6-7-8 hónapja foglalkozok ezzel az ige szakasszal, de hát annyira megérintette a szívemet ez, és üzenetté vált számomra, hogy Istenről érdemes megfigyelnetek, hogy mit mond Istenről. Hogy milyen az Isten. Például nagyvonalú. Például hív. Például szabadító. Például hűséges, örök hűsége. Azt mondja, Dávidra nézve az én hűségem megmásíthatatlan. Gyönyörű. Olyan aktív ebben a szakaszban az Isten bemutatás, hogy milyen az Isten. Jöjj, jöjj, jöjj. Tehát egyszerűen megint vigyázzatok, hogy hallgatjátok. Mi hajlamosak vagyunk úgy hallani, hogy keressétek. És akkor valamit csinálni kéne, hogy jobban szeressem az Urat. De a keresétek szót megelőzi
a sokszor elmondott jöjj. Az elején csak azzal kezdődik, hogy háromszor Isten azt mondja, hogy jöjj. De nem azzal kezdődik, hogy keresed, hanem azt, hogy Isten mondja, hogy jöjj. És mivel Isten hív, ezért kerest. Hogy hallgatjuk? Mi van elől? Az én teljesítményem? Az én erőm? Az én ügyességem, bölcsességem, ismeretem? Vagy az, hogy Isten milyen? És Isten mit cselekszik? Mindenképpen szó van ebben a részben a megújulásról, a megfrissülésről, az első szeretetről. Az efézusi gyülekezetnek mondja Jézus, hogy kiválóak vagytok. Elképesztőek. Óriási energiákat mozgattok meg a szolgálatban. Szellemi látásotok van. Meg tudjátok ítélni, ha valaki nem Isten szellemétől szolgál. Egy baj van veletek, azt mondja, hogy az első szeretetet elhagytátok. És akkor ezt is hogy hallgatjuk? Hát nem szeretem az Istent. De az első szeretet az nem az én szeretetem. Az első szeretet az, hogy Isten szeret engem. Ez az első. És az én szeretetem az csak a második. És megint hajlamosak vagyunk úgy hallani az Istennek a szavát, Isten igét, hogy valamit csinálni kéne. Valahogy össze kéne szedjen magam, jobban kéne szolgálni az Istent, jobban kéne dicsőíteni az Istent. De az első szeretet pontosan, tehát ők nem azt hagyták, hogy jobban csinálják, megcsinálják, mert nagyon csinálták. Kő keményen belevetették magukat a szolgálba, azt lehet mondani, az a gyüleket elmentél oda, az egy kiváló, fegyelmezett, érevasalt, komoly, odaszánt embereket láttál abban a gyülekezetben, mégis megfeledkeztek arról, hogy a lényeg, hogy Isten szeret. Isten örök hűséggel, szövetségi szeretettel hív. Jöjj! És hát, ha belegondolunk, ha ezt meghalljuk, akkor elkezdjük keresni őt. Hát ez már érdekel, nem? Ez a kiasszott, kiszáradt szívet vigasztalja. Keresésre ösztönzi. Úgy fogalmaztam meg, hogy ez az, ami lenyűgözi az embert. És Istent elkezdi csodálni. És azt mondja, ó, hát elképesztő vagy. Megmenekül. És szabadítasz. És erről szól Ézsaiás és a családja elhívása, élete. Jézus, amikor látja az emberek vallásos cselekedeteit a nagy ünnepen, valószínűleg a sátoros ünnep 8. nagy napján, amikor zárul az ünnep, látja őket, ahogy dolgoznak, ahogy csinálják, ahogy adakoznak, ahogy keményen küzdenek. A legjobbak, ugye a legkiválóbbak, azok 8 napon keresztül ott voltak mindig, megbízhatóan, pontosan csinálták. Azt szoktuk mondani az ilyen emberek, hogy milyen hűséges. És mégis néhányan mennyire boldogtalanok. És küzdenek a boldogtalanságukkal és a kiszáradtságukkal. És Jézus azt mondja, hogy jöjjetek. Igaz? 8 napon keresztül mentek. Csinálták. Nyomták. Forogtak. Akartak még többet. Még többet. Még a 8. nap. Na most aztán. Most nagyon, nagyon-nagyon megnyomjuk. Jön a keddi ima és dicsőt alkalom, ez jobb lesz, mint a közben járó, mert most nagyon megnyomjuk. És akkor nagyon ki fog áradni az Úr szelleme. És nagyon meg fog áldani az Úr bennünket. De ez megint rólunk szól. Nem róla. És Jézus azt mondja, hogy jöjjetek, ha szomjaztok. Ugye Ézsaiásnak a prófétai üzenetét Jézus megismétli. És kibontja. Mert ha hozzám jöttök, akkor élő vizet kaptok. Azt mondja, miért adnátok pénzt, amit nem lehet megvenni? Ezt a vizet, ezt az innivalót, ami igazán megelégít, ezt nem lehet megvenni. Kifizethetetlen ára van, mert megint az első szeretetről beszélünk, hogy ő fizette ki az árat. Nem te, és nem én. Nem tudsz annyit szolgálni, hogy kiérdemeld a Szent Szellemet. Nem tudsz annyit imádkozni, és annyira komoly hívőnek lenni, hogy betöltek ezzel Szentlélekkel. Ez nem ezért van. Azért van, mert Jézus hív, hogy jöjj hozzám. És én adok nektek élővizet. Sőt, még többet teszek veletek, azt mondja. Fakasztani fogok a szívetekben egy forrást. Az élővíznek forrását fakasztom belőletek. És ez folyni fog. Én.
mindent teszem veletek. Jöjjetek hozzám. A ige szakaszban, amit felolvastunk, az van benne, hogy keressétek az Urat folytatásként. Először jöjj, 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 hűséges örök szövetség, és akkor ezt folytatja az Isten üzenete. Egyébként a 40. résztől a 60. részig az Izsás proféta könyvét a vigasztalás könyvének hívják. Nagyon erőteljes proféták jelentések vannak a Messiásról, Jézus Krisztusról. Innen vette Jézus a maga küldetését, amikor felolvassa az igét a názareti zsinagógában. A vigasztalás könyve. És ezt mondja, keressétek az Urat, ami megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van, hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz meg kész megbocsátani. Maga a keresés kétségkívül egy aktivitást kíván az embertől. De ez az aktivitás inkább egy reagálás arra, amit Isten cselekszik. Nem pedig kiváltja azt, hogy Isten cselekedjen. Mi azt gondoljuk a cselekedeteinkről, hogy az kivált valamilyen változást Istennél. És akkor, ha csinálunk valamit, akkor Isten annak megjutalmazásaképpen majd cselekedni fog valamit az életünkben, a városunkban. De nem erről szól a történet, hanem Isten cselekszik, és mivel Isten ilyen, ezért én keresem. És milyen döbbenetes, ha belegondoltok, hogy az első akadály, amivel beleütközünk, amikor keresni kezdjük az Urat, az a bűneink. Igaz? Amikor kezdünk nyitni Isten felé, amikor lenyűgöz bennünket az ő jósága, szeretete, és rácsodálkozunk, az első dolog, ami ott van előttünk, az akadály, a vétkeink, a gondolkodásunk, a bűneink, a tevőleges bűneink, a beszédünk. Hányszor éltük azt át, hogy közeledtünk az örökké izzáshoz, és elkezdett égetni bennünket. És megint, ugye, hogyan hallgatjuk? Az égetésre koncentrálsz, hogy a szentségre koncentrálsz, ami következménye. Tehát, hogy a tűz az, ami megrémiszt, vagy a jótékony hatását érted meg, hogy ez jó. Hogy Isten ezt azért cselekszi, mert az örökké való a szabadító. Hogy Ézsaiás nevét halljuk. És nagyon nagy kegyelem ez, amikor az ember szembesül az a vétkeivel, a bűneivel. Sokszor a vallásos erőködésével. Sokszor a másik méregetésével, az irigységével, a versengéssel. Ugye az önértékelési problémából fakadó rossz indulatával. És azt mondod, hogy most nem tudok közelebb menni. Mert ezek a dolgok engem elválasztanak. És azt mondja, Isten, miért kell? Örök szövetség, örök hűség. Kész vagyok megbocsátani. Ne legyen akadály az életedben. A bűn, a vétek. Nem miért választanál Istentől? Miért ragadnál le benne? Keressétek, kutassátok, az is van. Fürkészétek, csodálkozzatok Istent. Az ő jelenlétét keressétek. Halljátok meg a hívását. Hóseás 10.12-ben azt olvasjuk, vessétek magatoknak igazságot, akkor hűséget arattok. Szántsatok fel új szántól földet, mert ideig keressétek az Urat. Míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. Az eső az egy áldás. Nagyobb gyerekeim vannak, 13 a legkisebb, 16 a középső, a nagy 19 éves lányok. A két nagyobbik, ők már elkötelezték magukat Krisztus mellett, és szolgálják az Urat. A legkisebbik pedig egy-két hete kereste meg a lelkipásztorát. Hogy azt mondja, hogy apa, én ott vagyok a gyülekezetben, de mégis kívül vagyok. Még nem vagyok része. Én szeretnék bemerítkezni. És a lelkipásztor mondta neki, ez nagyszerű. De önmagában kevés, hogy te része akarsz lenni egy gyülekezetnek. A kérdés az, hogyha ma meghalnál, és a mennyország ajtában megkérdezni tőled az Isten, akkor mit mondanál, miért mégy be? És mondod néhány dolgot, amiben a lelkipásztor látta és tudta, hogy miben kell még megalapozni a hitét, ami most már kereső. Persze, tanítottuk.
imádkozunk együtt rendszeresen, olvasunk igét rendszeresen. Most buzgóságban elkezdte újra az igét olvasni, falni, és keresi az Urat, mert Isten valamit tett a szívében. Most tanítható. Most lehet neki valami többet adni, mint amit eddig be tudott fogadni. De ki cselekedte ezt? Isten. A szülei? Nem. Fontos volt a szülei példája, a család élet? Persze. Eszköz volt az Isten kezében. Miért a szülei értében kivégezte ezt el? Hát a kezdeményező Isten. A hívó, a jöjj forrása. És jó beszélgetni a lányaimmal, mert tanulok tőlük. A középső lányom mondott el két történetet, amit ő is hallott a hittanórán, és engem ez megfogott. És aztán kiegészítettem még kettővel. Megosztom veletek. Érdekel veleteket? Ó, halleluja. Nagyon? Nagyon-nagyon. Mindet elmondom együtt, és most nem az elég kitől van. Hogy csak ez egy jó dolog, hogy jó tanulni bárkitől. És Isten tud használni bárkit, hogy megszólítson, hogy kezdeményezzen. És ez egy csodálatos dolog. Talán olvastatok, hallottatok arról, amikor 2011-ben Japánban volt a cunami pusztítás, ami ugye az atomerőművet is megrongálta. Máig napig sem mernek visszaköltözni a város azon részébe a japánok, egy ilyen halott övezet. És megfigyelték, hogy a madarak jóval a cunami érkezés előtt elrepültek. Hallottak, éreztek valamit, amit az emberek nem. És felmerül a kérdés, vajon az emberek nem érzékelték volna hamarabb, hogy mi fog történni? Különös dolog ez, igaz? Még azt sem vették észre, hogy madarak elrepülnek. Az idők jeleire sem figyeltek. Elment mellettük azért. Tették a dolgokat, annyi dolguk volt. Annyi mindent kellett csinálni, hogy nem vették észre, hogy mi történik éppen akkor. A másik történet Indonéziában történt 2004. december 26-án. Cunami pusztított abban az országban, és a tengerparti részt teljesen elpusztította, és nagyon sokan meghaltak. Sokról lehet egyébként úgy, tehát el tudjuk képzelni, mit jelent az, amikor a túlélők a hullák sokaságát látják a vízben. Tehát mi ezt szerintem ezt nem tudjuk el se képzelni, ez milyen borzasztó. És lehet, hogy hallottátok, de Indonéziában betiltották a gyülekezeteknek, hogy megünnepeljék a Krisztus születésének napját. És imádkoztak. A vezetők, az elhívottak, imádkoztak. És azt vették az Úrtól, hogy olyan nincs, hogy nem ünnepeljük meg Krisztus születésének napját, olyan nem lehet, tehát akkor elmegyünk titokban a hegyekben, és aki úgy gondolja, ott a helye, jöjjön velünk. És mindenki, aki a gyülekezettel tartott, és ünnepelte Krisztus születését, megmenekült. És mindenki azt mondta, ugyan már bolondság, mit most azt, hogy nem ünneplem 26-án meg Jézus születésnapját. Ó, hát az... Ne, majd bekapcsolom a tévét, megnézem még Jézus filmet, úgyis vetítenek valamit. Hát az Úrnak az is kedves, közben majd szok egy kis kalácsot, vagy valamit, hogy felteszem a lábamat, és szellemi áldásban lesz részem. És csak gondoljatok bele, minimum egy élete szóló traumát szeret össze az, aki nem hallotta az Isten hangját. Nem vette észre, hogy az Isten mit cselekszik, hogy hív. A harmadik történet, példázat, egy indián meglátogatta a nagyvárosban élő barátját Amerikában. Sétáltak a nyüzsgő utcán, zúg a forgalom, a tömeg hömpölyög. És azt mondja az indián a barátjának, figyelj csak, ciripelejtő csak. Azt mondja, bolond vagy? Hát hogy hallanád te a tücsköt majdnem 90 decibeles ipari zajban? De azt mondja, ide hallom, itt a tücsök valahol. Bolond vagy. Na addig keresgéld, hogy megtalálta a tücsköt. Megmutatta a barátjának, hogy itt a tücsök. Azt mondja, hogy hallottad ezt meg? Sétáltak tovább, úgy gondolta az indián tanít valamit ennek az embernek, és lejtett egy pénzérmét.
hogy a pénzérme földet ért egy csilinget, egyből felkapta a fejét, ugyanabban az, amit meghallott, azt leesett egy pénzérme. Azt mondja, látod, mindenki meghallja annak szavát, ami értékes számára. És ugye itt van Ézsaiás proféciájának a üzenete, ami számunkra, hogy Isten szól, Isten hív, folyamatosan kommunikál. Csak a kérdés az, hogy érdekel, amit mond. Hogy fontos-e számomra, amit mond, vagy más értékrendet fogadtam be. És éppen erről beszél Isten, hogy miért küzdötök azért, amivel nem lehet jól lakni. Elcsodálkoztam azon, hogy ugye, piramisokat építettek a fáraók, szolgáikat is leülették, hogy velük együtt temessék el, és a vagyonukat is eltemették, hogy jól éljenek a túlvilágon. És ezt komolyan gondolták. És nagy része sírablok martaléka lett, apró része pedig a British Múzeumban, vagy Berlinben a múzeumban van kiállítva, és mondják, hogy ez volt az a bolond, akit itt bebalzsamoztak, aki felrakta aranyjal a sírkamaráját, hogy milyen boldogok voltak, Jaszif meg ezek, akik megtalálták, amikor bementek, hogy ez a bolond elhitte, hogy elvihet valamit a túlvilágra. Nagy szabadság felismerni, hogy nincs semmim. Óriási szabadság. Úgy élni az életedet, hogy minden, amit van, az ajándék és egy idő. Voltam egy családnál nemrégen, a férfi tudós volt. Nagyon láttam, hogy nagyon jó módban éltek valamikor, és rákos lett Amerikában. Valaki tanított és kutatott, és nagyon jól keresett. Amerikában valaki beteg lesz, akkor van megtakarítása, meg biztosítása, addig oké, ha nem, akkor véged. És láttam, hogy szinte minden elfolyt. És én azt az állapotot láttam, meggyógyult. El kellett menni ügyintézőnek egy munkahelyre, tudósként, doktorként. És elment ügyintézőnek, és nagyon jó volt neki. És most már kapott egy kutatóállást egy orvos, egy gyógyszer, vegyész, vegyipari cégnél, és néztem a vendégkönyvüket. Most mi ott voltunk náluk, és minden hónapban 1-2-3 vendégbejegyzés van a könyvükben. Hogy mire használják azt, ami van, az idejüket, és a otthonukat, a javaikat. És hogy tök jól megvannak a 6-8 éves autójukkal, és hogy nem látod boldogtannak őket. Valahogy Isten meghívta őket, és úgy átprogramozta az életüket. És valószínűleg ez az állapotuk jobb, mint a korábbi volt. A korábbit nem ismerem, én csak azt látom, hogy jöttek ki ebből. Sokféleképpen ki lehet jönni, igaz? És hát a sok-sok gondolat mellett talán még kettőt, amely az Isten szaváról szól, ahogy azt mondja az Isten igéje, hogy kiküldi az Úr az ő beszédét, és elvégzi maga munkáját. Valahogy, ha az Istenre helyezzük a hangsúlyt, és nem a módszereinkre, amelyek nem feltétlenül rosszak, csak Isten nélkül nem érnek semmit, akkor több hit lesz a szívünkben arra, hogy emberek meg tudnak változni. És át tud formálódni az életük. Az a baj, hogyha sok csalódás éri a keresztényt, akkor már nem hisz abban, hogy valaki meg tud változni, vagy magával kapcsolatban sem tudja már elhinni, hogy ő neki van lehetősége változni az életben. Csak ez nem igaz. Ez nem az igazság, és mivel nem az igazságot fogadjuk, ezért nem vagyunk szabadok. Mert az igazság a szabaddá tesz. És azt mondja a Biblia, Isten, hogy az én igém az erős. Gondoljunk bele, az Isten beszéde az elég hatalmas volt az univerzum megalkotására, és az ember alkotására. Ugyanerről az igéről beszélünk. És milyen fontos, hogy halljuk az Ő szavát, hogy mit mondjunk el másoknak. Hogy valóban az Isten szavát mondjuk el ott és akkor, mert abban erő van. Hogy ne a tapasztalataink, az okoskodásunk, a filozófiánk, a pszichológiánk és sok minden más zavarjon be, még ha ezek nem feltétlenül rosszak, de nem helyettesíthetnek. Valami olyat, ami csak az Istennél van. És milyen csodálatos, amikor Isten rád bíz egy szót, egy igeverset,
és ez megragad szíveket. Én most fiatalokkal találkoztunk a Campus Fesztiválon, talán tudjátok, kint voltunk többen a pásztorkör gyülekezeteiből, és olyan más nem csináltunk, csak fogtak ilyen műanyag halakat, és a műanyag halakat kifogott hármat, akkor húzhatott egy üzenetet. Hát az üzenet mi volt? Nyilván egy kis cetlén lévő bibliavers. És olyan más nem csináltam, csak azt mondom, olvasd el, és mondd el, mit jelent ez neked. Nem megmagyarázni akartam, mit jelent ez neki, hanem engedtem működni az igét. És tudjátok, nagyon jó gondolatokat mondtak. És abból lehetett építkezni. Volt olyan, aki kézzel írt kis igekártyát kapott évek ezelőtt, és most hozta a tárcáját, hogy neki ez megvan. Hogy most nem kézzel írjátok? És egy kézzel írott kis igevers, amit a nyári tábor végén írtunk meg, és akkor adták egy kiflivel, meg egy pohár tejjel a másnapos fiataloknak, a miénk, és eltette, az neki olyan érték volt, hogy ő kapott egy igeverset. És volt, aki azt mondta, nem lehetne még ebből többet? Hát mondom, hogy ne adok egy János evangéliumát, ebben elég sok van. Olvasgasd. Volt egy fiatal ember, az volt ráírva, hogy megbüntettem az atyák vétkér fiakat, halva ne edízik. Ugye nem feltétlenül Campus Fesztivál sigeves. És én lehet nem írtam volna fel, de nem én csináltam, hála Istennek. Lehet, hogy már túl okoskodtam volna. És mondom, mit jelent ez? Hát a maga terminológiájával elmondta, hogy mit jelent neki. Most lefordítom itt elmondható módon. Hát, hogy én jártam rosszul az apám miatt. És mondom, de figyelj, van ennek egy másik olvasata. Hogy mi lesz a te gyerekeiddel? Mert az, hogy mi lett veled az apád miatt, az nem tudod megváltoztatni. De még az, hogy veled mi történik, és a te gyerekeiddel, az még megváltozhat. Igazad van! Hát persze nem nekem van igazam. Csak Isten igéje működik. Működik. Beszéltem házassági válságban lévő emberekkel, és Isten álomban szólt hozzájuk. És a beszélgetés során elmondtuk ugyanazt a mondatot, amit Isten mondott neki. Tehát amikor Isten szól, amikor ciripel a tücsök és meghalod, hogy a madarak érzékelik, hogy változás jön. Hogy Isten azért hív, hogy jöjj. Mert az én igém nem veszített hatalmából és erejéből. Talán egyszerűbben kéne ezt csinálni. Talán le kéne egyszerűsíteni. És hát a vége ennek az ige szakasznak, a profétai ige szakasznak, hát még Dávid, aki ebből úgy átjárta Isten jelenléte, azt írja, hogy Uram, nem foglalkodik fel szívem, nem kevés a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Ez úgy, hogy csendesítem a lelkem. Ez annyira kedves, királyi dicsőségben óriási győzelmek és vagyon és minden. És azt mondja, hogy minden a tiéd. És a végén azt mondja az írás, hogy örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket, a hegyek és a halmok vígan ujjonganak előtetek, és a mezőfái mind tapsolnak, tövishelyén ciprusnő, csalánhelyén mítusznő, az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. Nyilván a szabadulásnak az öröme, amely gyönyörűséges és csodálatos, amivel Isten meg tud ajándékozni bennünket, az ő csodálatos szabadításával, és megint az első, nem az enyém. Nem én változtam meg, Isten megszabadított. És hiszem, hogy aki megszabadít, az meg is tart. Egy imádság formálódott bennem az elmúlt egy-két hétben, valahogy azt mondtam, Úr Jézus, tarts meg engem. Úr Jézus, ments meg engem. Szóval ez a fajta szellemi kiszolgáltatottság jó értelemben. Nem pedig most megváltozok, most jobb leszek, most nem fogom ezt engedni, most... hanem Úr Jézus, ments meg engem. Te kezdeményezel, te cselekszel. És mindaz, ami történik, az ebből fakad az én életemben, míg ha persze arra buzdít, hogy kereselek téged. De ez már nem egy sivár, halott, kemény, rideg dolog, hanem mély átjárja az ember életét, hogy milyen az Isten, hogy ki hív. És csak ebből az igéből, egyszer a börtönben prédikáltam ebből a csalán
Tövis Ciprus Csalán Mirtusz. És hát csak annyi, hogy a Ciprus és a Tövis között az a lényeges különbség, egyik használatlan, értéktelen, abból fontak koszorút Krisztusnak, koronát Krisztusnak. A Ciprus pedig nagyon kemény fa. Parozatot burkoltak belőle. Értékes. A másik, azt mondja, a csalán, amely bizonyos szempontból használható, mégis szúr. Hány értékes ember van, aki szúr? Hány értékes ember van, aki 20 éve hívő, és még mindig szúr? És nincsenek jó kapcsolatai. És erre azt mondja Isten, hogy de megteszem vele, hogy mirtusz legyen belőle. És a mirtusznak a szimbolikus jelentése, egy örökzöld növényről van szó, amely egyrészt az életnek jelképe, másik az élet urának, az Istennek jelenlétét jelképezi. Azt mondja, aki tövises, aki szúrós, azt értékessé teszem. És meglátszik rajta, hogy jelen vagyok az életében. Valljuk be őszintén, ennél nagyobb érték nincs is. És Ézsaiás a házassága, a családja erről az Isten jelenlétről volt tanúbizonysága maga korában. És meggyőződésem, hogy Isten erre hívott el bennünket is, hogy a mi korszakunkban, a korunkban az Isten jelenlétének bizonyítékai legyünk. Az életünkkel, ahogy reagálunk arra, amit Isten előbb már elvégzett. Mert ő előbb szeretett bennünket. Amen. Amen. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Megkérnélek benneteket, hogy álljunk fel, menjünk be a dicsőítésbe, az Úr jelenlétébe.